választok. És látjátok, megint ugyanaz van, ami addig szokott lenni. Amikor erre egy tava a számba, az én hír világban. Szóval elhoztuk. Már éppen pakolom össze az egyik sokadik gépet. Vannak szabványlukak, és amikor beteszi az ember ebbe a sínbe, akkor vannak ilyen széles ilyen sávok, ahol a csavar tudna mozogni. És a csavarnak a lukja, az mindig ugyanott van. Ezért ezeket a síneket, ahol a csavarokat be kéne tenni, ilyen hosszúkásabb sínek, azért úgy csinálták meg, hogy 2 mm-re az rövidebb legyen, hogy ne lehessen becsavarni. És minden gép ilyen. Az összes. Most éppen ezen bénázok, hogy amit én szeretnék, hogy ez ide be legyen csavarva, azt nem lehet tudom megcsinálni. Nem azért nem tudom megcsinálni, hogy béna vagyok, nem akarom szétfurkálni az egészet. Úgyhogy azt fogom csinálni, amit a nagymester javasolt, hogy beteszek ide erre a részre egy csavart, ezt a másikat így meghúzom, és elvileg a semminél jobb. Úgyhogy oda be van rögzítve, ahol a gyártó nem engedi, azt mégis be van rögzítve. Ez ilyen finoman szól, vagy ilyen kitolás a gyártóval, azért is beraktuk oda, ahova te nem akarod, hogy berakjuk. Ennek rengeteg előnye van, hogy azon a helyen legyen, ahol mi berakjuk, mert a többi helyen ott rengeteg helyet, kábel, kötegelést, ilyeneket lehet vele megúszni, és 3-4 eszközt 2 pici kábellel megcsinálni, azért nem számít olyan rossznak. És most az van, hogy egy eszközön, hogy is van, egy áramkábelen van 3 eszköz, és akkor egy ide portra van 2 eszköztük. Marra egyszerű egyébként, hogy egyszerre a 2 úgyse lesz használva a büdös életben, kb. Soha. Na, most összeraktam, aztán elvileg tök jó. Közben kiderült, hogy az egyik memória nem jó, ez egy borzasztó régi, ma már nagyon-nagyon elavultnak számító negyed memória. Tehát egy egész memóriát nem ad ki, hanem úgy van, hogy ez csak egy negyed. Tehát a negyedből 4 darab kell, hogy egy egész memória kijön. Elég gáz. De régen a negyed memóriának is óriási értéke volt. Nem tudom, fog-e menni, nem fog-e menni. Egy egér. Ezzel lehetne ugrókötelezni, mert ilyen nagy. Hát csak a kedvetekért csinálom egyébként, mert amikor itt nem figyel senki, akkor nem szoktam már gyerektől ugrókötelezni ezt eljárt. Na, itt szépen bedugunk mindent, bekapcsoljuk, és elvileg nem fog kigyulladni, fölrobbanni, füstölni, stb. Elvileg tök jól fog működni, mert garancia az nem nagyon van rá. Tehát ha, hát van egy, nem? Give me a chance, adjunk meg neki az esélyt, nem? Itt van a új kedvenc monitorom, AWM, ez a márkája, egy AWM. Egér, billentyú, ez dán írógéppel van írva, nincs ékeze, és lássuk. Na! Hát igen, abit. Na! Viszont van kép. Na, van kép. Elem. Nincs több elemem. Ez elég ciki, de a számítógép működéséhez szükség.
Szörnyű ez a gugros. Mindegy, szóval, hogy a számítógép működéséhez szükséges egy elem. Az elemet onnan ismerjük meg, hogy lapos és úgy néz ki, mint egy gomb, tehát valószínűleg az a neve, hogy gombelem. A gombelemnek is rengeteg típusa van. Minden egyes számítógépben pontosan ugyanaz a típus kell, úgyhogy elvileg el is lehet rontani. Erre még rá is van írva, ez egy elég márkás típus. Semmi. Nyugodtan nyelvhez lehet érinteni, nem a koronavírus miatt. Hanem, hogy van-e benne feszültség? Ugyanis a külső perem, még érdemes kicsit elnézni, a külső perem és a belső perem között van a feszültség, amit a számítógép elvileg fölhasználna, ha lenne. Na, ezeket az elemeket úgy hívják, hogy 20-32. Ez így egyben egy 20-as, meg egy 32. Ez 3 voltnál nem ad le többet, ha jól emlékszem. Amik erre pont nincs leírva, mindegy. Szóval ez a pici gombelem, ez arra való, hogy ez a csávó meg tudja jegyezni, hogy ez egy atlon, AMD atlon, hogy 2004. január 1-e nem nyert. A pici gombelemnek az a feladata, hogy ez itt ne történhessen meg. Tehát nehogy már kiírja nekem a kompúter, hogy 2004 van január 1-e, ha a számítógép mondjuk egy hétig nem kap áramot, akkor ez a pici 3 volt, vagy nem tudom mennyi, ez a pici gombelem biztosítja azt a pici áramot, ami ahhoz kell, hogy meg tudja jegyezni, hogy egyáltalán hanyadika van. Pár egyéb apróságot is ellát árammal, akit érdekel, nézzen utána, ez kuka. Tehát, akinek ki lesz osztva a kompúter, annak el lesz mondva, hogy oda egy gombelemet vásároljon. A Tesco-ba olcsó, más helyeken talán drágább, és megkarcolja az 500 forintos értéket. Amúgy egész türetően működik. Ha nincsen benne elem, ez egy abit. A Gigabyte, az abit, az MSI, a... még egy jó pár alaplap, megy ugyanúgy, mintha nem lenne semmi gáz, elem, mintha nem is lenne probléma. De abban a pillanatban, hogy kikapcsoljuk, belevakúztak volna a szemébe, mindent el fog felejteni. Az elemnek ez a lényege, hogy az apró dolgokat meg tudja jegyezni. Tehát, működik, csak nem nagyon vágja, hanyadika van, összes baja ennyi van. A DVD olvasó író, meg a adattár, tehát a vinyó, össze vannak kötve egyetlen... Direkt mondta a nagymester, nem mindig rátok, na, ez pont egy rossz példa, várjunk. A nagymester megnézte jó pár videómat, és azt mondta, hogy jó, jó ez a videó, csak amit csinálsz, azt mondjad is. Mert olyan emberek nézik ezt a videót, akik félnek kérdezni. Félnek megkérdezni, hogy mi a különbség a két kábel között, mert olyan hasonló a vége. Az egyik így néz ki, a másik pedig így. Ugyanúgy sok kábel van benne, és hasonló a dugója, tehát ugyanaz a célja. Tehát a nagymester utasításának megfelelően mondani fogom azt, amit csinálok, ha lehet akkor értelmesebben magyarázva. Tehát, pont rossz helyre dobtam. Na! Itt van a DVD író, olvasó, és fölötte van a vinyó, tehát az adattár. Ez a kettő egyszerre van bekötve a számítógép főalkat részébe, ezt úgy hívják, hogy alaplap. Ám egy nagy dolog. Így kell elképzelni a két eszközt. Mindjárt csinálok ugye egy kurflit. Hogy a felsőbe van dugva a felső eszköz, az alsóba van dugva az alsó eszköz, és itt alul a kábel alja, ez nem véletlenül kék színű. Ez van bedugva az alaplapba. Marha egyszerű, nem? 40 darab luk van rajta, és itt 80 darab kábel van. Akinek nem jön ki a matek, az szóljon. Jó? Tehát 40 darab érintkező, és 80 kábel. Jó? Aki nem érti, szóljon. Itt 2 darab van. Jó?
a alsó eszköz, felső. Ezeket lehet csereberélni, vagy elhagyom, ezt most be se dugom. Csak a felsőbe van dugva valami, az alsóba, akkor egy eszköz van ezen az egész kábelen, nem egy nagy varázslat. Ez az úgynevezett ide kábel. Ezt nem azért hívják ide kábelnek, hogy hozzátok ide az összeset, mert marhára kevés van belőle. Ez egy rövidítés, akit érdekel, majd a Wikipédián és hasonló megbízható helyeken majd utána néz. Jó? Tehát a három darab dugója, most összeszedtem mind a hármat egyben, a három darab dugója a frankon pontosan ugyanúgy néz ki. Tehát egy kis túlzással meg lehetne fordítani, és az alsót bedugni az alaplapba, ez a középső, ez pedig a felső, akinek van kedve kísérletezzen, nem véletlenül ez a rövid és ez a hosszú szakasz. Tehát ez nem így a baleset eredmény, pakker, mit csináltunk, nem baj, adjuk el. Tehát ez nem ezért lett ilyen, hogy ez egy rövid szakasz, ez egy hosszú szakasz. Tehát a fordítva nem tudod majd betenni, mert nem éri el az eszközt. Van ebből másfél méteres hosszúságú is, személyem látta, tehát láttam egy ilyet, hogy be volt dugva az alaplapba, és ott ilyen méterekkel arrébb egy vinyóba bedugták. Természetesen az a kábel borzasztóan drága, szervizek használják, és pontosan ugyanazt tudja, mint a rövid. És a számítógépben így föltekerni, mint egy 800 méteres hosszabbító, tehát ez sok értelme nincsen. Na, a gondolatok összezavarására alkalmas a következő kábel. Ez általában a számítógép szervizek kedvenc trükkje, hogy mi a különbség a két kábel között. Ebben 80 darab ér van, ebben meg azt hiszem 4. Mi a különbség a két kábel között? Hát evidens, hogy rávágjátok, hogy sárga, ez meg piros, mert a dugója mind a kettőnek fekete, tehát az nem lehet kakukktojás. Nem. Ez a közepes sebességű kábel, ez meg a borzasztóan LSD-zett csiga sebességű, rövidebb nevén lassú kábel. Jó? Mind a kettőnek ugyanaz a feladata, hogy az adattárról, a DVD-ről bejuttassa az adatokat a számítógépbe. Na, ez az ide kábel az azért trükk, mert ahogy mondtam az előbb, erre kettő eszközt lehet dugni, és utána megy az alaplapba, és megy pihenni. Ez a SATA nevezetű kábel. Így összetekerem, hogy valamivel jobban lássátok. Csak kettő darab vége van. Mint egy bot, nem? Annak csak két vége van. Láttatok olyan botot, aminek három vége van? Ez egy gaj. Szóval ez két darab vég, és ez a SATA, ez azt jelenti, hogy a alaplapba dugott vég, a vég, ami az alaplapba van, nem tud csak egyetlen eszközt. Tehát a SATA-ban ne keressetek ilyen leállásokat, mint a ide kábelek esetében. Jó? Természetesen ez nagyjából másfélszer, kétszer olyan sebességet biztosít, mint az, és sokkal kisebb helyen elfér, nem olyan széles traktor, mint a vonatsín. Na, a komputert elindította, van egy kis lemez meghajtó. Jaj, mi az, hogy kis lemez meghajtó? Még emlékeztetnem kell magamat, hogy a nagymester utasításának megfelelően mondanom kell, amit csinálok. Jó, nem azt kell mondanom, hogy csak szemüveget pucolom a hülye pólómmal, hanem hogy mert a karikasz szemmel azt sem kell mondanom. Azt az egyet kéne mondanom, hogy mi az, hogy kis lemez. Az a bajom, hogy nekem most itt nincs egy darab se. Ez, ami itt van a kezemben, ez egy kis lemezt olvasó és író eszköz, ez a kis lemez meghajtó. Ide az elejébe, ide kell betenni a kis lemezt, ez egy ilyen 10x10 körüli műanyag lap, ezt beteszed, és le tudsz róla olvasni. Hatalmas szerencse esetén, ez ilyen ekkora hatalmas, ilyen magas, meg ilyen széletű. Nagyon nagy szerencse esetén 1,2 megabájt mennyiségű adatot. Ez nem biztos, hogy világos, hogy ez mennyi. Nincs most itt összesen annyi. Mondok egy jó példát. Egy közepes minőségű zene. 3-4 perc hosszú, nem a nagyon jó minőség. Közepes minőségű MP3 zene.
3-4 perc hosszú, minden percére egyetlen lemez van. Ha egyetlen zenét, egy közepes minőségű 3-4 perces zenét el akarsz tárolni floppy lemezen, arra kell vagy 5. 4-5. Tehát, hogy olyan nevetségesen kicsi a tárolási kapacitása, hogy régen is, amikor ez mainstream volt, tehát mindennapos eszköz volt, de akkor szar volt, amikor kijött a gyárom. De na, hatalmas előnye volt a kislemeznek, hogy mindenhol lehetett kapni. Nem volt boat, az volt a neve, hogy ABC. Sarki fűszeres. Krumpli boat. Mindenhol fő volt téve, 3-4 féle olcsó vacak lemez. Filléres tétel volt, tehát a szegény ember adata volt ezen. Menjünk kicsit tovább, mert a nagyon drága fizetős játékok 30 kislemezen kerültek a boltok polcaira. És föltelepítették belőle 20 darab lemezt, és a 21. lemeznél kiírta, hogy hiba van. Nem volt garanciális a baj. Tehát hazavittél egy játékot, amit kifizettél otthon, nem tudtad telepíteni, így jártál. Na, régi szép idő, mi? Na jó, van. A komputer ugye elindult, és az lett volna egyébként a teszt, hogy mindent összekötöttem a elvileg jó szerint, és valami miatt tényleg jó. Úgyhogy, de ez egy abit, úgyhogy amit beleteszel rossz, maga a készülék jó. Tehát itt tudom benne csereberélni a dolgokat, és egy idő után rájövök, hogy melyik a rossz. Mert az alaplap nem lehet rossz, hát az egy abit. Nem? Nem? Mindenféle idétlen beállítások vannak a szervizmenübe, miután induljon, milyen gázt adjon, amikor indul a rendszer, és akkor százalékban van meg, hogy 25%-os gázadás, 50-75, és akkor... Ennek az értelme, hogy amikor irodai program, meg irodai dolgokra használják, nem játékra, meg lődözésre, akkor oda nem kellene a nagy százalékot, beállít 25%-ot, és ez a ventilátorása indul. És olyan csendben van, mint ahogy se lenne. Ki az a hülye, aki abittal megy irodába, nem? 100, az hat töltsön. Na. Alaplapilag támogatott és vezérelt infravörös port vezérlő van. Tehát egy olyan leállás van, amire csak rá kell kötni a fejet. Kész. Alaplapilag vezérelt infravörös van benne, csak... Az infravörös kapcsolat az olyan, mint a Bluetooth, csak a negyede a sebessége, és na, hogy mutassam, a küldő meg a fogadó látnia kell egymást. Hogy elveszett, puf, megszakadt. Tehát van egy ilyen villogó szem, itt megint van egy ilyen villogó szem, és ha két villogó szem egymással szembe villog, akkor megy az adatátvitel. Nagyon-nagyon pici mobiltelefon képeket, nyomtatás, pici adatait elég gyorsan át tudta vinni. Az MP3 zenékkel, meg a normálisabb méretű képekkel az jebabrált egy ideig. Az infravörös föl volt fejlesztve elég gyors 4 megabyte másodpercenkénti adatátvitelre, de ez csak akkor volt képes, ha mind a kettő az erős 4 megás adatátviteli egység volt. Ha az egyik lassabb volt, a másik semmi. Örülj, ha összeakadt a két eszköz, tehát azért voltak bajok régen is. Na! Nyomtatóport, meg kommunikációs portok, az életben nem lesznek használva. Milyen eszközre mennyi időt hagyjon meg? Ó, anyám! Azt tudom már, kettőt. Minek? Csomó minden nyugodtan tudok kapcsolni, úgy sem lesz használva. Mit tudom én? Na, nincsen, nem. Shutdown, hát, valami, hát,
Idézés, teljesen fölöslegesen írom be az adatokat, úgyis elveszik minden adat, amikor megszűnik az áramellátás. Nem baj, most még van áram, tehát elmond mindent. Ne áramtalanítsd a rendszert, amíg elmentem az adatokat. Abitban ez, többi nem. De ez úgy csinálja, hogy leállítja az egész rendszert, és amikor újraindul a rendszer, akkor menti el az adatokat. Agyhártyú gyulladást lehet kapni ettől a csávótól. Mindegy, működik és sose romlik el. Na, ez viszont baj. Egyfolytában újraindul. Nem azt mondtam neki, hogy egyfolytában induljon újra, hanem hogy szépen töltse be a rendszert, aztán de jó. Az alapértelmezett indítási beállítás az, hogy floppy-ról töltsön be. És mivel nincsen benne elem, hogy ezt megjegyezze, így mindig a floppy-ról akar tölteni. Az az elemhiánynak vannak hátrányai is. Nem olyan vicces. Nem tudja elmenteni, mert nincs... Megint ki fogja érni ilyen pirossal, hogy ne áramtalanítsd a gépet, amit menti. Borzasztó. Most azt írta ki a 400-as memóriára, hogy 266. Megint. Na. Ez elleszek egy darabig, már most látom. Na. Az egész rendszernek az lenne a lényege, hogy összeállítom, és akkor megy. És most összeállítottam, és nem tölt be, hanem mindig újra meg újra indul. Elég ez. Az ilyen újraindulásokat, hogy minden rendben van, aki újraindulok, aztán megint újraindul, az 100 dolog okozhatja. És tehát mire megtalálom. Lehet egy picit hibás memória, lehet egy picit hibás videókártya, picit zárlatot. Éppen nincsen, miközben be van csavarva, de mondjuk nincsen pontosan benyomva. Ez a nagyon-nagyon széles kártya, amit ugye beszéltünk az előbb, az ide kártya csak egy picit ferdén van bedugva, és pont nem érintkezik a legutolsó. Hát igen. Ez egy elég gáz, amikor nem írja ki mi a hibát, de találd már meg. Na jó. Nem tudom. Nem tudom, mi lehet a baj. Csinálunk egy olyat, hogy beteszünk egy döglött elemet, ami elvileg nekem még van egy pár ilyen döglött elem. A döglött elem az nem ad áramot, mert nincs már benne semmi. De az áramkör teljes, tehát ő azt hiszi, hogy jön áram. Áram az jön a feszültségből, tehát a konnektorból, de ez a baja. Ha most nem ez lesz a baja, akkor nekem ez egy jó hosszú délután lesz, mire rájövök, hogy mi ez. Aztán meglátjuk. Most benne van ez a üres elem, amiben nincs már feszültség sem, meg semmi. De aztán meglátjuk. Persze most nem volt áram alatt, úgyhogy fogalma sincs, hogy mi a helyzet. Ennyi, nem indul-e. Újraindult meg. Úgyhogy nem az elem volt a hiba. Hanem nem tudom. Lehet, hogy valami memória, mint tudom én. Kivesszük az egyik memóriát. Totózás. Hát, ha az a hiba. Itt csak ti látjátok, én nem. Ilyen szögből nem lehet látni. De ennyi, indul újra. A hangján hallom, de nem. Úgyhogy nem a memóriaiba. Vagy nem ez a memóriaiba.
Ez egy külön egy hatalmas élmény, hogy meglévő rendszerbe változtatsz. Az tök jó. Ja, nem. Most megpróbáljuk, hogy kivettük ezt a memóriát, azt háthajjuk. Tessék, a rutin. Ha mi lehet a baj, nem? Mindig újraindul. Hát cseréljük ki a memóriát, nem? Hány évnek kell eltennie ahhoz, hogyha látsz egy hibát, és mondjuk annak van 10-20 féle hiba lehetőség, hogy mondjuk egy autó példájával, hogy beülsz egy autóba, elfordítod a kulcsot, elindul az autó, szépen megy, beteszed egyesbe, és nem megy. Nem szállhatsz ki az autóból. Nem megy az autó. Mire gondol egy autószerelő? Motor megy, akkor üzemanyag van, nem? Miért nem ment az autó? Hát behúzva maradt a kézifék, vagy van egy ilyen rögzítőrendszer, mint a parkoló funkció, és akkor az be van kapcsolva. Az külön van a kézifektől, hogy az be van kapcsolva, és akkor jó. De olyanra is lehet gondolni, hogy a jármű meg van emelve, tehát a kerekek forognak, csak nem indulsz el. Te nem szállhatsz ki a kocsiból, hogy megnézd. Ez például pont az. És az újraindítások, azok nem mindig a memóriát szedik elő, mondjuk így. Hanem az a baj, hogy most észrevettem egy hatalmas karcolást rajta, és bizony el tudom képzelni, hogy pont úgy van megkarcolva végig, hogy ezek a pici érintkezők, amik itt rajta vannak, megsérültek, és egyetlen egy áramkör, ami ezen van, már nem zár mindig, hanem bizonytalan, tehát nem egy stabil valami. Úgyhogy ráírom, pirossal, hogy ez nem jó. Jó, csak reszetel. Tehát mindig újra indítja a rendszert. És ez így elég gatya. Természetesen ezt a memóriát, hogy 256, ezt elvileg látjátok, ezt nekem pótolni kell. Most ez a memória, ez a negyed, ez most a gép sebességéből egy jó nagy vödörrel ki fog venni, és mivel amúgy se egy rakéta van itt mögöttem, tessék, 256, és van mögött egy kérdőjel. Ez nem azért van ott, mert én szeretek kérdőjeleket rajzolgatni, hanem az a csávó nem egy megbízható csávó. Tudom, mondtátok már az előző videóra, hogy milyen jó volt, lehet, hogy van nekem egy piros filztollam, és akkor mindenre fölírom egy kérdőjel, ami egyszer már problémát okozott. Hogyha még egyszer problémát okoz, akkor azt tényleg ki kell dobnom. És hogy ezt így emberek fejére kéne főrajzolni. Szerintem nem nagy ötlet. Egyrészt azért, mert az ember, akire rárajzolott, hogy itt a kérdőjel, az fogja belenéz a tükörbe, letörli, azt ott tartasz, ahol eddig sehol. Ez csak ilyen elektronikai dolgoknál működik szerintem. Nem nagyon tartom jó ötletnek, oda mennyi utcán. De ezt tudom, hogy ki vagy, maga ezt összefirkálok. Ezt azért annyira nem tartom jó ötletnek. Most itt válogatom a memóriákat, hogy melyik az, amelyik ebbe bele fog menni. Mert az egyik ilyen típusú, a másik olyan típusú. Vannak márkásabb szarok, meg kevésbé márkás szarok. Azért nem volna hátrány, tudnék pihenni. Itt van egy olyan memória, azt úgy hívják, hogy Twin Moss.
a MOSZ nagybetűvel, ugye. Biztos jó. Mit tudom én. Memóriacsere. Amikor a számítógépedben, elmész a boltba, bolt, Facebook, Marketplace, az is bolt, veszel memórit, memóriát. Otthon, hazagurítod a Verdát, hazamész, öcséd, anyád, apád, akárki, kompúterrel foglalkozik. Akkor nem vesszük el az oldalát, azt tesszük be egy memóriát, a félőrűt, mert azonnali zárlatot okoz, és még egy abitot is megképes sütni az üzem közben behelyezett memória. Lesz majd egy kevésbé megbízható alaplap, amiből mostanában darab sincs, majd el fogom mondani a leltár, hogy hogy néz ki. Üzem közben fogom kivenni a processzort, memóriát, csak lássátok, hogy hogy működik, mert drága, minőségi alkatrészekkel nem érdemes ilyen csúnyaságot csinálni. Olyan emberek is vannak, hogy az egeret, ami USB-s, az USB-s egeret leállítják hozzá a számítógépet, a hármas elosztót, amin a kapcsoló van, kikapcsolják, és utána húzzák ki az egeret belőle, mert üzem közben nem húzunk ki semmit. Na, ezek az emberek az a bajom, hogy az egérem elaludt a lámpa. Ez nem jó jel. Ez egy úgynevezett infrás egér. Ez nem azt jelenti, hogy infrával beszélget, hanem hogy egy infravörös érzékelő van, és így tükör módszerrel nézi az alatta lévő felületet, hogy merre mozdítja fel aztán. Nem egy nagy poén. De ha nem világít, akkor nem megy, nem? Ez nem olyan, mint a lézeres egér, az akkor is világít, ha nem lát, az tessíti a szemedet, nem vicces. Ezt megnyomjuk. És erősebben. Elengedem, elalszik. Na, azt mit csinálják ez az egérre, hogy működjem? Szedjem szét, nem? És akkor toljam bejebb, amíg működik, nem? És ilyen alkatrészeket kapok, hogy... most ez így nem jó semmire. Megint nem világít. Egy darabig világított, de... mint a Ryan közlegényben. Én feladtam a harcot! Jó, ez kukott. Semmire nem jó. Természetesen már van egy kérdőjel az alján, mert... én azt hittem, hogy majd megcsinálom, mert majd szétszedem, meg... nem. Most jelenleg ott tartunk, hogy 150, meg 250 forint egy alapvető egér, ami USB-s, tehát nem. Jó. Ez egy 256-os... hogy van? Nem. Jó, ja, az a másik nem működik. Most olyan billentyűzet kombinációt írok be, ami ennél a rendszernél nem is működik. Mindegy, leállítjuk a, ja, egér nélkül, leállítjuk a komputert, és ezt a memóriát beletesszük. Ja, aztán jó, akkor jó. Ha nem jó, akkor nem tudom jó. Akkor teszek bele egy másik RAM-ot, vagy nem tudom. A legfontosabb, amit mondani szeretnék, hogy ha valaki szeretne számítógépet bütykölni, és valamit elrant, akkor ezzel nem jön el a világ vége. Most éppen el lett rontva valami, és hogy erre a szintre eljussak, ahol most vagyok, nekem mennyi mindent kellett elrontani? Megy. Az egeret persze kihúzom, mert az gatya, az nem jó semmire.
Múltkor is megjegyeztétek, hogy milyen fáradt vagy. Szörnyületesek vagytok, szörnyületesek. Ez egy. Azért teszem ide, mert az arcomra fokuzál. Ez egy micsumi egér. Micsumi. Ebből látjátok, jó? Ez egy micsumi egér. Van rajta modellszám, meg mindenek. Így. Süt róla a Tesco. Az ilyen igénytelen felhozata. Most már 40 percet beszélgetek itt magammal. Úgyhogy ez kuka. Sadly, de ez kuka. A PS2-es egérnek van egy nagyon hatalmas előnye, amit a nagymester mondott, hogy a számítógép képes arra, hogy PS2-es egér és PS2-es billentyűzet legyen bedugva, oda kell bedugni az egeret és a billentyűt, egyik se foglal USB-t. Ezeknél a számítógépeknél, amit ingyen osztok, a hátuljában is alig van USB, meg az elejében is alig van USB, szóval ehhez a szó szerint úgy csatlakozik, hogy nem használ USB-t. Tök jó. Viszlát. Ezt kidobtuk. Persze egér szükséges, úgyhogy előveszünk egy... Még sincs. Én úgy emlékeztem, hogy volt-e. Mégse. Excuse me. Jaj, nézd ezt ki. Na. El sem fogjátok hinni, mit találtam. Igen, mondtam, USB segér, jó? És úgy hívják, hogy Logitech M90. Ez egy alap kategóriás, sima, kettő gombos, kettő és fél gombos USB-s egér. Ugyanúgy, optikai egér, tehát infrás optika is valami. Tiszta kosz a kezem. Na, úgyhogy működik a rendszer. Van hátránya, van előnye. Ez a ház rendelkezik itt elől, vannak ilyen USB dugója. Az USB dugót bedugtam a helyére, az alaplapba bekötöttem. Most bármit elrontottam, az első dugás, tehát az USB nem fog működni az egér, ugye? Bármilyet, amit USB-t bedugolok, az így ki lehet próbálni. Működik. Valahogy emlékeztem arra, hogy a kábeleket hogy kell bedugni az alaplapba, úgyhogy it's working. Működik. Tehát testing phasing. Mivel próbáljuk ki? Van erre tesztprogram. Ez sajnos nem az, amit kerestem, de jó lesz ez. Na, úgy hívják ezt a csávót, hogy Palomino AMD Athlon 6-os family, 6-os modell, 2-es lépcső, nem biztos, ez mond nektek valamit. Tehát AMD Athlon XP autentik AMD, és van hozzá 1250 MHz, tehát 1,2 GHz-es rakéta a csávó. Azt megy, működik. Van benne memória. Memória az pont... Ez a csattogás az egérnek a görgője, ahogy tekerem. Most egy olyan szót láttam, nagyon rég. Szóval, nyers fordításban koszos. A mem... Már 8. Az előbb 4 volt. A memóriát listázza ki, hogy éppen mennyit használ a memóriából, mennyi van, milyen sebességgel működik, ki ad, ki vesz, hogyan oszlik el a memória. És itt van egy olyan, hogy a megkoszosodott memória 8 kB. Dirty.
ettől lett koszos. Bement a Star Warsból, bementek a homok szemek, vagy... Ezt nem várom. Valamire volt jó ez a kifejezés, hogy dirty, tehát hogy koszos lett a RAM, a memória, és... Én másküszöm nem emlékszem. Olyan régi dolgok ezek. Egy szavagra azt mondom, hogy köszönöm. Júú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 ú
Én úgy emlékeztem, hogy amikor el kell indítani egy tesztet, hogy tesztelje le azt a valamit, akkor van egy nagy tesztindítása gomb. Nincs. Megnéztem, hogy hogy állnak ezek a tesztek, pff, már megy is, tehát hogy... Jó rég jártam már erre. 31 pontot kaptam, ami... ennyivel gyorsabb, mint egy másfeles Celeron M. Hát ezt most nem értettétek, ezt valahogy úgy kell, ez egy szúnyogot. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy a Trabant és a kerekek nélküli Warburg közötti verseny. És a Trabant sincs túl jó állapotban. Tényleg nagyon lassú vackok ezek, és ennek ellenére egy működő rendszert építettem itt össze, úgyhogy azért annyira nem gáz. Nem ezt kerestem. Na. Profil, benchmarkfil. Egyetlen egy dologgal lehet lemérni a... Hogy van? Hang az nem egy. Csak... mit csinálsz? Ja? Na jó. Nem így akartam, de aztán nekem így is jó. Próbálunk. A monitor nem érti, hogy a feketét, mint szín, hogy ossza el. Természetesen nem fog neki sikerülni, hát ez ilyen. Elképesztően sötét, ezt tudjuk. Így jártál, viszont. Kár volt ide bemenni. Mindegy, elindítom a játékot, és a játéknak meg kell ütnie egy adott szintet, és hogyha nem üti meg azt az adott szintet, akkor javítanom kell a számítógép teljesítményén, azt az adott szintet megüti, hogy 20, akkor kész. Ide be lehet tenni alulra, és wow! Tense jó! A falat lőttem. De most ilyenkor nem ezt kell nézni, hogy a falat lőttem. Meg hogy meghaltam. Ez csúnya volt. Nem biztos, hogy látjátok. Vannak ilyen portálok, amin így át lehet menni, és akkor jó nyakon lehet lőni a többieket, főleg rakétával. Ó! Oh! Ismét. Ott a nagy páncél. Vannak ilyen nagyobb páncélok, amit érdemes fölvenni, mert közben itt repke egy szúnyog, mindegy. Nem tudom, hogy jönnek be itt a szúnyogok. Meghaltam. Itt fekszem ez a kezem. Na, érdekes módon megütötte a szintet. És nem 20-szal ment, hanem 30-szal. Ugyanilyen sebességű Intel, ezt nem tudom megcsinálni. Na, úgyhogy működik, tök jó. Már is. Kész vagy, késznek mondható az, az egész dolog. Az a másik, rejtve. A fővarakra rász a Steam
a Doom, a mit tudom én. Szóval azért van ám bőven. Na, ja, rosszat nyomok, bocsánat. Nem ezt kéne látnom, természetesen. Jó van ez. Mindjárt újraindítom, és amikor újraindítom, teljes képernyőbe kéne fusson. I'm disappointed. Nem emlékszem arra, hogy ez így teljes képernyő lenne, mert ennek így egész képernyőbe kéne látszódni. Így is jó, mert megy, csak nem szeretem. Akadózik. Így megy. Ezeket nem szeretem. Jó, új. Ez a kutya. Van ilyen segítő kukacom, ezt kutyának hívják, nem tudom, mi a kutya, mindegy. Van egy fehér színű segítő kutyám, ami kukac, és akkor az jön, megy. Néha harap egyet, de nem engem, tehát ez is valami, nem? Nagyon-nagyon akadozik, tehát játszhatatlanság határán innen nem az igazi. Az a bajom, hogy ez a... Szóval ez nem jó így, ahogy van, tehát gatya, nem jó az egész. Az egész gatya úgy, ahogy van, van baj bőven. Úgyhogy... Most azt csináltam, amit mondtam neki, úgyhogy most én lepődtem meg, hogy azt csinálja, amit mondott. Ha-ha! Ezt vártam az előbb. Tehát, ha átváltom abba a felbontásba, hogy úgy mutatom, hogy nektek, hogy 640x480, akkor a bal felső sarokba berakott egy 640x480-as képet. Ez még nem jó. Azonban, hogyha... Vagy van? A monitort, az egész kijelzőt, én átállítom 640x480-ra. Ezt mondjuk most nem igazán sikerült megértenem, mindegy. Ha a monitort állítom át 640x480-ra, akkor mindjárt. Akkor utána elindítom a játékot, ami 640x480, akkor jó lesz. Hülyeség. Mindegy, működik. Na, az a lényeg, hogy nem akadozik. Mert olyan pici a felbontása, hogy ezt még ő is bírja. Természetesen a kicsi felbontás és a nulla grafika eredménye, hogy rendkívül sok hiba van a képen. Jó, van az. Engedjük el. Kutya nem ette meg. Hát ilyen. Ez egy ilyen békés kutya. Mennyi harap meg a gonosz bácsikat arra? Mennyi? Szóval megy vécél. Na, elindjél befelé. A játék természetesen visszalassítva, ilyen százalékokat lehet megadni, és most 70% van megadva a 100 helyett, úgyhogy annyira azért nem gáz. Ezt mondjuk rossz ötlet helyett mindig. Na, jó az. Na, úgyhogy kész. Mi akarja, meg úgyis beleszállítva a kijelző, úgyhogy annyira nem gáz. Na, kész a készülék, csak hát már ki kéne próbálni pár PS2-es egeret is. Most ehhez a vacakhoz egy USB-s eger lesz rakva. Ezt tényleg itt ültök már 50 perce? Beteg. Na. Úgyhogy ez egy Abit NF7, egy nagyon régi AGP-s Windows 95 és kezdeti Windows 98-as évekből érkezett komputer. Rá se teszem az oldalát, inkább megmutatom. Mert vannak dolgok, amiket nem láttatok, mindegy.
Itt van. Abit, NF7. Elvileg most már látjátok, gondolom. Nagyon könnyen látjátok. Az Abit NF7 az nem arról volt híres, hogy 2020-ban nem arról volt híres, hogy 2020-ban modern operációs rendszereket és 64480-ban OpenGL-be Doom-ot játszon, meg mögötte még mást is csináljon. Szóval innen nézve ez egy nagyon jó kis teljesítmény. Ja, hozzátenném, hogy nincs benne videokártya. Ez, ami itt van, ez egy semmi. Tehát nem egy nagy 8800-as, meg mit tudom én, most milyen nagy számok vannak. Tehát 2020, ugye? Ez olyan öreg, ez a számítógép, ami itt van. Ennek már borotválkozása segít, mert szakálla van kender. És ennek ellenére, hogy eladhatatlanul régi, működik. Nem működött volna magától, mert memóriákat kellett benne nézegetni, de össze van rakva, működik, és én rászoruló családnak nagyon jól fog jönni, hogy van egy kicsit lődözni való. Ő is be fogja állítani, fölrakja 100%-ra, és úgy gyorsan fog menni, meg lődözni fog, meg felfedezi a pályákat. Hú, mennyi minden van ez a pályán, és hogy piros kulcsot össze kell szedni, mert nem nyílik ki a piros ajtó, és hát igen, a Doom-nak a többi része. Ez nem csak ezzel egy játék van ám rajta, csak ezzel könnyen le tudom tesztelni, hogy azt a sebességet tudja-e ez az egész, ami az elvárás, ami a minimum. Hogyha a minimum elvárás nem bírja teljesíteni ez a csávó, vagy ki kell dobnom, vagy tovább kell javítani. Processzort cserélni, memóriát nézegetni, melyik megy, melyik nem, az egy elég hosszú művelet. Vannak olyan alaplapgyártók, meg vannak olyan alkatrészek, például a Dell, hogy most mondjam el az egészet, ráértek, nem? Szóval úgy van, hogy amikor jön felajánlás, mint például ez a három számítógép is jött, jön három számítógép, akkor ide leteszik a számítógépbe, köszönjük, csak hadd menjünk, ez 100 meg 100 dolgunk van, hello, viszlát, és szaladnak, futnak, rohannak el. A három számítógépet itt hagyják, de azt mennek el, mert hát, hogy is szokták mondani, a kapitalizmusban az idő pénz. Akkor én nekem nem? Nekem nem? Közben kerestem a csavart, amit lejtettem, és találtam egy másikat. Nyilván van itt még csavar bőven. Na, szóval az a helyzet, hogy idehozzák a három számítógépet, elszaladnak, én meg nekiülök, este 11-kor, meg éjfélkor, meg mit tudom én, amikor éppen ide beszabadulok, megnézegetem őket, hogy melyikben mit kell kicserélni, kicserégetem, és utána megy. De amikor Dell-t hoznak, ugyanez játszódik le, ugye az első rész, hogy leteszik, gyorsan, jaj, megyünk, szaladunk, gyorsan elszaladnak a három komputer, ugyanannál példánál maradva. Itt marad a három Dell mondjuk, és elszaladnak. Még ránézek. Hú, haver. Kinézek az ablakon, hátra elszaladtak már kocsival. Lefektetem ide a processzort, a memóriát, az elemet, a pici jumpereket, pici apróságot, így kiveszem, fölteszem ide a polcra, az alaplapot, a házat, minden mást oda viszek ki a lomtárba. Na ennyire gáz. Vannak olyan termékek, vannak olyan gyártók, amik régen se csináltak túlzottan jó termékeket, és ő megőrizve a gyönyörű szép hagyományukat a mostani években sem. Természetesen az fordítva is előfordul. Régen egy katasztrófa volt az egész, és most így 2020 felé már egészen összeszedték magukat, megint fordítva. Régen fantasztikus szuperek voltak, és most meg fillért. Fabatkát, darabszenet, babot, gombot nem érnek. Szóval van fejlődés, van hanyatlás, van stagnálás, minden van. Nem az van, hogy az egyik termék az mindig jó volt. Ez ugyanaz, mint az ATI meg az Nvidia, hogy itt van egymás mellett kettő,
Ha jött jön egy Nvidia, fog tudni ugyanolyat elővenni, most találtuk, hogy ez ugyanaz. Ez egy Nvidia GeForce 4 MX valami, ez még egy Radeon 9008, nem tudom, nagyjából egy kapacitás a kettő. Megértsétek ezt a viselkedéses dolgot, az Nvidia, meg az AMD, vagy ATI, ugye régebben úgy hívtuk ATI, egymással van fektetve, ha fél van téve a pócra, te ezek nem balhéznak. Én vagyok a jobb, leruglak a polcról, én vagyok a jobb. Mind a kettő egyformán szar. Filléreket nem érő vackok, mind a kettő. Egyik se balhézik. Mind a kettőnek vannak jó cuccai, drága videokártyapizéi, de mind a kettőnek vannak olcsó filléres vackai. Tehát csak ezeket a balhékat én van nehezen tudom megérteni, minek. Tehát, hogy... Mutatok még valamit. Házi tuning hűtő van rajta, ez nem a gyári hűtő. Ez a legrosszabb. Ezt megmutatom. Na. A videokártya, itt van a központi képkészítő processzor, ezt grafikai feldolgozónak hívják, okosak. Itt van rajta egyénileg felragasztott hűtés, ennek ez lenne a dolga egyébként, hogy hűtse le ezeket a memória csipeket, amik itt vannak, de mivel ragasztva vannak, így a hűtés a több mint kérdőjeles, mindegy, egyelőre rajta hagytam, mert ez külön valami. Ezen mondjuk alaplapnak, ennek a videokártyának a lapján van ilyen erőkimenet, ezt azért rakta ide a gyártó, hogy itt jön ki az a feszültség, ami meghajtja ezt a ventilátort. Nem egy bonyolult dolog. Na, következő. A csávó, aki lecserélte a gyári hűtőt erre a narancssárga förmedvényre, most nem találtam hirtelen jobb szót rá, a következőt csinálta. Rárakott egy ilyet, aminek három vége van. Ezt elvég látjátok. Három pötty van benne. Azt hogy a repet francba fogja bedugni oda, abba az ajzatba, amiben kettő darab tű van. Tehát, hogy mi van? És rá van ragasztva, tehát nem azt, hogy leveszem még ilyesmi. Nem megy bele a hármas dugó a kettes ajzatba, így nem megy bele. És ha már látom, hogy nem, a miért ragasztom rá? Jelekkel van tele a művő. Gyöngyszem, másik. A tuning házilag rábarkácsolt Tesco-s ventilátor szett egy ilyen dugóba végződik, amit az alaplapra kell dugni. Ez mérföldekkel jobb, ugyanúgy nem lehet beledugni a sajátjába, hogy ő szabályozza a saját hűtését, de hát azt nem. Ezt az alaplapba kell dugni, és akkor az alaplap, ahogy be van dugva az alaplapba, az meghajtja ezt, elvileg mindenki jól jár, nem? Nem. Értsétek, ezt egy olyan számítógépből vettem ki, ahol az alaplapnak nem volt már több dugója. Minden egyes eszköznek, ami itt van. Olyan sztoria van, hogy aki számítógépet használ, nekem azt szokták mondani a buták, nagyon-nagyon buták, hogy aki számítógépet használ, az okos kell legyen, hiszen számítógépet használ, nem? Hogy megértsük ezt a hűtéses dolgot. Van egy gyártó. Ezer meg ezer mérnökkel, vezető mérnökkel, meg hőtechnikussal, meg olyan magasan képzett szakemberek, hogy tizedikre mennek lifttel. És jön egy csávó, leveszi a mérnökök által rárakott hűtést, és rátesz valami teljesen fölösleges idétlenséget. Tehát, hogy mi van? Amit a mérnök kitalált, hogy akkora kell oda, és úgy. Szóval mi kell változtatni? Ez így jó? Vagy mi van?
hoztak ide a számítógépet, hogy sípol, búg, meg minden baja van. Asztali számítógép, mint például ez a itteni is. Kinyitottam, levettem az oldalát, belenéztem, és egy döglött macska volt benne. Tehát. Can I ask you? Melyik lukon ment be a macska? Hátul. Jó. Oké. Okay. A számítógép elvileg, láttatok már jó párat, ekkora lukak vannak benne, tehát ez Terminátor macska, hogy így átmegy a rácson? Nem. Miután lebukott a csávó, hogy excuse me, nem fér be a macska, tehát nincs az a luk, amin befér. Na, akkor derült ki az, hogy az oldalát nem szokta föltenni, hogy jobban hűljön. De amikor már baj van, el kell hozni valahol, vagy megnézze a mester, rátette az oldalát. Mondom, figyelj már a csávó. Amikor rátetted az oldalát, akkor nem tűnt fel a hófehér, nagyon penészes és nem igazán diszkrét illatú állatod benne, az nem. Amikor használod a számítógépet és jön fel a döglött macska szag, az nem tűnt fel, hogy baj van. Tehát minden nap, amikor ide jön valaki, elmondja azt a sztorit, hogy miért van itt. Olyan sztorikat mondanak az emberek, hogy minden egyes bejövő emberrel meg tudom cáfolni azt, hogy aki számítógépet használ, annak több a sütnivalója, mint te kiló liszt. Mert szerintem nem. A számítógép ugyanolyan eszköz, mint bármi más, egy autó vagy ilyesmi. Rendesen nem lenne rossz ötlet jogosítványhoz kötni. Van már ACDL, meg BCDL, meg ECDL, meg ilyen számítógép kezelői vizsgák, de az útszélén talált kavicsnak talán több értelme van, mint ilyen ACDL, ECDL vizsga, úgyhogy ezt a nagyon én nem preferáltam sose. A saját elbélázásokból, meg az elrontásokból eredő tapasztalat, ha megjegyzed, hogy mit rontottál el, azt szerintem többet ér, mint elmész valaki, elmondja neki, hogy na most aztán elmondom, hogy mi a valóság, csávó. Szerintem így nem olyan jó. Így néz ki a számítógép elején az a védő, hogy ne menjen bele a por. Tudom, így sem megy bele a por, csak ezt így a öregasszonyok kedvére rakták föl, gondolom, hogy van egy nagy szőrszál, vagy a franc. Alig bírom levenni. Nem egy fontos dolog, csak kiszúrta a szemem. Na, ezt innen vettem le, mert ez is egy külön sztori. Ezek az elejek, amik itt vannak, ha lehajtod, be lehet dugni az USB-ből kettőt, ami egy úgynevezett foglalatba megy, tehát elvileg csak egyet érdemes használni, hogy kettőt bedugsz már fele olyan lassan, stb. Tehát be lehet dugni egy USB-t, meg van fejhallgató, mikrofon, kimenet, ha egyáltalán be van kötve az alapon, mondjuk, hogy be van. Tehát itt ilyen pár dolog van. Na, ez be van csukva így, rá van írva ekkora betűkkel, hogy ott egy USB, jó? Ez így van rohadva. Úgyhogy a nagymester azt javasolta, hogy ahol ezt le lehet nyitni, ott ezt az ajtót vegyük le. Mert ahova viszem a számítógépet, ezt nem fogják kinyitni az életben. Ha alapból nyitva van, akkor látják, ott is egy USB, akkor bedugja a dolgait. Rá fog jönni, nem érdemes telerakni, de ez egy másik sztori. Tehát szóval így néz ki az eleje. Ez egy használt számítógép. És úgy jött ide, hogy soha nem volt nyitva. Így már értitek, hogy nekem ezt miért mondta a nagymester, hogy vegyem le. És így néz ki a másik vége, a belső, ami soha nem volt nyitva. Tehát külső, belső, ja? Minden számítógépje. Nem, hogy egy-kettő jön, amit sose nyitottak ki, meg mindegyik ilyen. Na, most jön a leltár. Az páratokat érdekel, többi az meg csak azért van itt, hogy rögjön a hülyeségeimben. Ilyen nézőm is van. Hoztam magam a
egy kis teát, mert... Jól emlékeztek, itt nincs csap. Volt itt egy jó pár vendég, aki leheztelte. Nincs WC. Nincs semmi. Még wifi sincs. Tehát amit föltelepítek számítógépbe, nem tudom fölfrissíteni, mert nincs wifi. Na, lássuk a leltárt. Kicsit átraklak titeket ide, jó? Ez nem volt terve. Mindjárt csak. Na szóval. A leltár arról... Fújj, mekkora légy. A leltár arról szól, hogy amikor összeraktam a számítógépeket, akkor mi az, ami megmaradt? Mert ilyenkor, amikor összerakok egy gépet, innen leveszek alkatrészt, berakom a gépbe, tehát hiány fog képződni, és nem lesz minden, ahogy eddig. Ne aggódjatok, eddig se volt minden, tehát csúnya félreértés az egész, de jó van az. Na szóval, összetekerem az egérnek a kábelét, mert relatív hosszú, és olyan gubancot képes okozni, hogy az megdöbbentő. Na, kettes, a rekordom az 9 számítógép volt, ennél többet még nem bírtam összegyűjteni. A 9 számítógép az azt jelenti, hogy itt volt lent 9 darab, és mind a 9 hibátlan, nagyjából működő számítógép volt. És egy csomó ideig nem vitték el. Tehát nem úgy, hogy egy-két hétig, hónapokig itt állt 9 számítógép, senkinek se kellett. És olyan nehezen osztottam ki őket, hogy sokáig nem jöttem a műhelybe, mert minek? Van már 9, hova dolgozzak? Na szóval, na gyerünk, lássuk a leltárt, mi a pálya. Kicsit megtörüljük a objektívet. Tehát, kezdjük. Billentyűzet és egértartó doboz. Van benne hangszóró is, tényleg nem valami sok, egy pár darab. Egér billentyűzet nincsen, szó szerint. Csak mutatóban van. Monitorból 1, 2, 3, 4, 5, és a forgatható az a 6-os, mert ez lesz az új teszt monitorom. Ez a 6-os, tehát 6 darab monitor van, van 3 darab kis tévé, ezt egyre, amit látjátok, a foltos mögött van, a zöld szatyor alatt, itt van 3 kis tévé. A kis tévét ilyen rászorul, ja, van 2 laptopunk, ugye? Mind a 2 hibátlan, csak nincs benne vinyó. És ha hoztok egy vinyót, akkor lesz egy laptopotok. Jó üzlet, nem? Itt vannak tápók, ebből is jelzik egy jó pár idekábelek, abból is, mondjuk ebből van, de nem ártana több. Itt van a DDR1-es memóriás doboz, hát az alján lézeng egy pár, és ezek is nagyon kicsik. Videokártyából, prociból rengeteg van, azt meg sem mutatom, az egyfolytában csak nő, abban sose fogy. Na, videokártyából, hátsó vágásúból 2 darab van, a dupla vágású, ja, vágások, ezt így látjátok a legjobban, hogy 2 vágás van az alján, és az azt jelenti, hogy az első vágású alaplapba is bele lehet tenni, meg a hátsó vágású alaplapba is bele lehet tenni. Ez ilyen félig, meddig ilyen univerzálisnak lehet fölfogni. Ja, szépen visszatesszük, és ez az alaplap az előzővel ellentét, ez a videokártya az előzővel ellentét csak hátsó vágást tartalmaz, tehát nem lehet beletenni oda, ahol első vágás van, csak hátsó vágásúba lehet tenni. Az is csak hátsó vágású, ebben látjátok. Itt van egy PCI Express-es kártya, ennek teljesen más a sínje, ez csak úgynevezett Express-be lehet beletenni. Ez egy Matrox típusú, alacsony profilú, DP kimenetű, sajnos nem működő videokártya. Ennek nagyon sok hasznát nem nagyon tudjuk venni. Aztán van a PCI-osokból egy Radeon X300-as, sajnos kérdőjeles, mert csíkosodik a kép. Egyetlen, talán 2-3 perc
vagy esetleg 5 perc múlva. Van még egy pár videokártya, de egyik sem működik. Tehát csak azért van itt, hogy na, nézd ma, milyen szép nagy. Van DVD olvasónk, van DVD írónk, van kislemezünk, ugye, amit mondtam az előbb, ezt majd szépen lassan el fogom majd fogyasztani, összesen 2 darab van. Van hálózati kártyánk, amiben az internetet kell dugni, van telefonkártyánk, amivel faxot lehet küldeni rendes vezetékes telefonra, USB kiegészítő kártyák, hangot vezérlő kártyák, hát annyi hangkártyám van, hogy borzasztó sok. De aztán vannak itt a döglött elemek, ugye ez azért van itt, mert még talán jól fog jönni később, aztán mi van itt még, processzorhűtőkből ennyi van, USB-s egerekből és USB-s billentyűzetekből talán 4 darab van, nem valami sok. Az egerekből talán 3-4 darab van. Van egy komos egerem, ez egy nagyon régi kapcsolódási forma, amikor még nem volt még PS2 se, nemhogy USB, akkor ezt az egeret használták. De aztán van itt egy ilyen Svetto Gamer fejhallgató. Az a baja, hogy USB-s, és azok a hangok jönnek ki rajta. Tehát nem a rendes hangkártyát használja, hanem ilyen saját idétlen megoldása van. Mi van még? Van irányítópan. Ezt nem adom, ez ilyen teszt célokra van. Ez egy Logitech irányítós rezgős 3D-s, elég drága a cucc. Rumblepad 2 a neve. Aztán van egy ilyen olcsó teszkós másolata is. Nagyon vékony minőségű. Aztán van ez a nagyon-nagyon régi alaplap, ez szó szerint csak ilyen viccből van itt, a nagy értelme nincsen. Ez a számítógép, amit itt láttok, föl van szerelve, meg van csinálva, azonban hiányos. Olyan dolog kell bele, amivel nem rendelkezem. Kell bele egy expresses VGA, lássuk a példát. Itt a példa. Egy PCI Express csatolású videokártya, amin kijön a videónak a jele. Egy ilyenre van szükség, ez meg sajnos nem működik, úgy kb. Egyik sem. Úgyhogy kellene egy olyan videokártya, ami expresses csatolású, és a számítógép már vihető is. Minden más benne van, már le van próbálva, úgyhogy hibátlan. Itt van egy Dell számítógép, természetesen olyan hibája van, amit még én sem tudok kitalálni. Ez a másik, most így fogom mutatni. Ez a másik, ez egy teljesen üres számítógépház, ebben csak az áramelosztó, tehát a táp van benne, ennyi. Amire a legnagyobb szükség volna, hát hogy minden, jó? Hátsó vágású videokártyák, első vágású videokártyák, expresses kártyák, DVD-olvasó az van, memóriák kellenének, mert nagyon-nagyon kevés, a DDR1-esem az teljesen kifogyott, DDR2-ből kaptam, az rengeteg van, csak nincs hova betenni, további monitorok nem baj, hogyha jönnek, mert az sose lehet tudni. Nem lenne gáz, hogyha ezt fel tudnám tölteni még egy normális Dell-lel, mondjuk én még nem láttam, és kell billentyűzet, egér, fejhallgató, mikrofon, esetleg pár hangszórók, esetleg, hogyha arról van szó. Kaptam például tápot, tápkábelt, egy egész vödörrel hozott valaki a múltkor, elosztókat is hozott, hosszabbítót hozott, azokhoz a tápokhoz, amik hosszabbítósok, hogy egyetlen konnektor elég az egész számítógéphez, és akkor a tápról le lehetett osztani ezt a dolgot. Na, aztán ennyi az egész. Jó, ezt a piros filcet elrakom, mert már nem nagyon kell, úgyis végeztem a munkával. Ezt visszarakom, ennyi. Jó? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Ja, vinyó. Egy darab vinyóm van, ami meg kérdőjeles, tehát nem működik. Lehet fejjel lefelé vagyok. Szóval ez a vinyó még nem működik, mert én szerintem oda lett ütve, oda lett csapva valahova, vagy tehát fizikai sérülés érte, vagy valami ilyesmi. PS2-es billentyűzet, PS2-es egér, vinyó, DDR1-es memória, minden, ami éppen nektek van, és éppen nem kell, az például tök jó, hogy jön, jó lenne, ha jönne. Aztán van nekem egy Soundblast, egy CD blasterem. A CD blastert azt nem nagyon értitek,
Régebben voltak ilyen nagyobb márkák. Ez, amit itt láttok, ez egy hangvezérlő panel. Megpróbálom megfogni kicsit kulturáltabban. Ezt úgy hívják, hogy a Sound Blaster hangkártya. A Sound Blaster hangkártya egy ilyen közepes és valamikor jó minőséget előállító, fejhallgatóval élvezhető, mindenki számára hozzáférhető áru értékű hangot generált. Régebben nem voltak ám az alaplapba integrált hangok, amik ilyen zajosak voltak. Nem voltak jó minőségűek, hanem mindenki vette a Sound Blastert, mert kellett a jó hang, főleg a játékokhoz. És amikor nagyon régen volt, még így az elején járt az egész, és még nem voltak DVD-k, csak CD-olvasó, nemhogy írók, még csak CD-olvasók voltak, akkor kijött egy olyan, hogy Creative Sound CD Blaster. Na itt van. Ez a Creative CD Blaster CD-t tud írni, DVD-t már nem tud olvasni, azt a szintet már nem éri el. Azonban olyan speciális dugója van, hogy nem bírom bedugni. Ebbe tényleg csak az a kábel a jó, ami 40 eret tud, nem a 80 erest. 40 erest. Ebbe csak, ja, azt nem is mondtam, ugye, direkt fordítva van minden egyes dugó hátulja, mert mi vagyunk a Sound Blaster. Kaptak hideget és meleget is ezért a dolgért. A Kreatívnak a CD Blasterje akkora bukta volt, hogy az már lekváros, katasztrofális bukás volt. Na, becsukom a klímát, bezárom. Kész. Jó, az nekem nincs távirányítom. Ezt ilyen fúrias, egyszerű módon szoktam megoldani. Kaptam routert, nem is mondtam. Ilyet a routert, de ilyet elosztja internetet a lakásban, és abban a pillanatban, hogy ezt bekötöd internetedre, onnantól úgy hívják internetedet, hogy internet. Fekete piaci ára, egy sör. Se, mindegy. Na, úgyhogy, jaj, még kaptam is mondtam. Joystick. Frankon ez egy USB-s joystick, tehát ti lehet így lőni. Nem próbáltam ki, de biztos működik, nem? Többi doboz egyébként, amit itt kérdezgetni szoktatok, mindegyik doboz üres. És azért hoztam le az üres dobozaimat, mert én régen azt hittem, hogy minden dobozban majd fontos dolgok lesznek. És azóta nem történt semmi. Az üres dobozok így gyűlnek, aztán ennyi. Úgyhogy megyünk, jó? Köszönöm, hogy megnéztetek. Most nagyjából ilyen 1 óra 20 perc körül járhatunk. Beleléptem egy nylonos ragasztós vacagba. Jó. Jaj, mennyi szemét van itt. Na mindegy. Kész vagyok a munkával. Tehát tök jó. Ilyen sötét van ki. Látjátok? Mindegy, ezeket a klíma. Itt a klíma. Na szóval, ezt becsukom, bezárom. Aztán ennyi. Na milyen? Itt vagyok kint. Most be kell zárnom azt a vackot. Nem biztos, hogy látjátok a fejem. Elég késő lehet. Nem tudom, mennyi az ide. Be kell zárni. Ez az a hang, amit most hallotok, ahogy be kell zárni ezt az egészet. Mert ilyen sötét van. Amit itt láttok, ez a közvilágítás Kispesten. Mindjárt lesz egy kis fény, jó? Ne aggódjatok. Én azt sem értem egyébként, hogy miért vagytok még mindig itt. Fény! Sárga fény. Na, benne vagyok a sárga fénybe. Még mindig jobb, mint a kék fény, nem? Ez sárga fény. Inkadeszkent, meg fluoreszkent fények, mit tudom. Na, mindegy, szóval
Átmegyek az úton, azért érzelődök így, mint a hülye. Minden be van zárva. Na szóval, hogyha szeretnétek segíteni, akkor küldjetek olyan alkatrészt, amit már nem nagyon tudtok eladni. Jó, és akkor elvileg én majd összeépítem, összerakom, és majd lesz majd egy család, aki majd ennek örül. Így teljes alakos kép. Jó, mi? Úgyhogy megyek haza. Ja, és hogy miért vagyok ennyire fáradt? Azért, mert reggel 7-kor én már fúrom a vasat, vagy a betont, mindegy. 5-ig dolgozom, utána egy olyan óra, mire hazaérek, utána család, gyerekek, minden. Egy kis játék a számítógépen, az mostanában el van anyagolva. És amikor mindennek vége, majd akkor jövök le ide, és akkor csinálok egy kis szerelést, hogy azok, akiknek semmiük nincsen, de mondjuk így, hogy megérdemlik, tehát tényleg rászorulók, azoknak legyen már számítógépe. Ne rajtam múljon. Én tudom, milyen az, amikor az nincs.